alpolgármester úr, egy tűzeset történt itt Budakeszin. Mi az, amit tudni lehet? Egy lakókocsiban keletkezett tűz, és az gyújtotta föl aztán a mellette lévő ingatlant. Végül tudomásom szerint 5 ingatlan sérült meg, köztük több lakhatatlanná vált. Egy körülbelül hány embert érint most ez az eset? Most itt körülbelül 20-30 ember van az utcán, akiket el kell szállásolni. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy ez a Máltai Szeretett Szolgálat segítségével fog működni, illetve önkéntesek szállítják el őket ezekre a szálláshelyekre. Az egyik házban a lakásoknak a nagy része az lakható maradt, de van olyan ház is, ami szinte porig égett, tehát lakhatatlan. Itt vannak a tűzoltók, körülbelül mennyi idő alatt sikerült megfékezni a lángok terjedését? Hát több órán át küzdöttek a lángokkal, mire sikerült megfékezni. Lehet-e arról tudni valamit, hogy még meddig tart itt a munka, a lezárás egyáltalán, egy milyen folyamatban vagyunk benne? Biztos vagyok benne, hogy még órákat vesz igénybe, áramtalanították a házakat, úgyhogy még tűzvédelmi átvizsgálások lesznek. Lehet, hogy napokig is eltart az, amíg itt az ingatlanokat felmérik.